Innen a Hungária útról indult egy gyalog a fiatal nő szombat éjszaka, barátaival töltötte az estét. Az utca végén egy villanyoszlopra rögzített térfigyelő kamera felvételein még látszik, amint a Ferencesek utcája felé tart. Egyes hírek szerint még a Király utcai térfigyelő kamerák felvételein is feltűnik. Néhány száz méterre lévő Dugonics András utcai otthonába azonban már nem ért haza. A pécsieket megdöbbentette az eset. Bármelyikünkön ez megtörténhet bármelyik nap, és nem csak Pécsen, hanem akár 60-ba, vagy Gödöllőn, vagy Jászapátiba, vagy most bárhol. Gyakorlatilag az egész város összefogott, hogy megtalálják Bándi Katát. A keresésének szentelt Facebook csoportba már több mint 16 ezeren jelentkeztek be. Angolul, németül, spanyolul és még sok nyelven tájékoztatnak eltűnéséről más közösségi oldalakon is. Bilkei Pál kriminálpszichológus szerint egyedülálló ez a közösségi megmozdulás, és mindenképp segítheti a nyomozást. Ha ugyanis bűncselekmény áll az ügy hátterében, az elkövetők nyomás alatt érezhetik magukat és hibázhatnak. Mindenképpen az, hogy a félelem. A félelem pedig gyakran vezet meggondolatlan cselekvéssé, és hát nem az a fajta dolog, hogy föltartják a kezüket, és megadják magukat, és beismerik tettüket, hanem rejtőzködnek, menekülnek, és menekülés közben olyan hibákat követnek el, ami keresztül felismerhetők és nyomon követhetők. Bándi Kata egyébként rendőrségi pszichológusként dolgozott Pécset, a család és a barátok is értetlenül állnak a történtek előtt. Gyakorlatilag az egész város megmozdult, és a rendőrség is nagy erőkkel keresi a 25 éves fiatalnőt, egyelőre azonban nincs friss hír Bándi Katáról. A híradót Hegyi Gabi tudósította Pécsről.